Üdvözlöm, kedves barátaim! Röviden a lényegre térően kezdődött a maraton. Ez a legkedvező évnek a időszaka. Mindannyian megyünk, csináljunk, nem érünk rá, tevékenykedünk, keresünk a pénzt, megoldjunk a problémákat, követjünk el hibákat, karmát csinálunk, sok minden. De most lehetne egy kicsit enyhíteni, sőt, lelki bónuszokat is szerezni év végére, ez már szokás, tradíció, lehet vásárolni könyveket, adományozni, és erre szeretnénk benneteket inspirálni. Itt látjátok a képernyő alól címet, e-mail címet, ahol lehet jelentkezni, írni, rendelni könyveket, és most csak az összeset megmutatom, mi van, hát nem az összeset, csak egy részt, utána majd másik videókban fogok egy kicsit bővebben beszélni, de kevés az idő, nem sokára karácsony lehet vásárolni könyveket magunknak, másoknak, ajándékba, szóval sok anyagi rohanás után foglalkozunk legalább ebbe hónapban lelkünkkel is. Jó? Oké. Minden negyed évente szoktunk nyomtatni magazinokat. Csodálatos magazinok, a címe Vissza Istenhez, képzeljétek el, mi lelki világból jöttünk, és nekünk vissza kell menni Istenhez, haza. És különböző cikk van benne, mindennek van egy fő témája, mint itt van a Krisna tudat otthon, testi-lelki egészség, és akkor mindig egy több más cím is van benne, akkor ablak a valóságra, és a hívők tudományos cikkeket írnak, jó tanácsokat, sok minden kedvező dolgot. Lényeg, hogyha otthon van, és csak beleolvasok minden nap egy kicsit, nagyon sok hasznát kapok lelkileg. Fogunk beszélni majd egyik alkalommal a Védáról. Fantasztikus könyv. Egy ősi írásokból, majd egy máskor egy kicsit mesélek, de már most lehet rendelni, jó? Akkor utána még ajándékkönyvek, mindegyik lehet ajándék, mindegyik lehet magának. Srila Prabhupada, George Harrison van benne, mantrázzál, légy boldog. Mi az, ami kell, hogy legyen kérdés embernek? Mik a kérdések, ami segítenek az életbe? Ezek a kérdések tökéletesek. És azok, akik rendelkeznek abszolút tudással, ők tudnak tökéletes válaszokat adni nekünk. Végül a Srimad Bhagavatam, ez nagyon-nagyon fontos szentírás, amelyik az A-tól a Z-ig tud minket vezetni lelki világba. Szóval van a Bhagavad Gita, egyik joga kézikönyv, és a Srimad Bhagavatam, ami a Bhagavad Gita-nak a kirészletezése. Ez a személy, aki tanulmányozza figyelmesen Srimad Bhagavatamot, akkor le fog győzni a halált. Ez nem én mondtam, ez mondja történelem, Sukadeva Goswami és Pariksit király, ők történetében ez volt, hogy legyőzte a halált. Szóval minden probléma megáll, amikor valaki olvassa ezt a könyvet. Köszönöm szépen! Rendeljétek, támogassatok, adományozni is lehet. Valaki szokott azt csinálni, hogy küldök adomány, hogy osszunk azoknak, akiknek nincsen pénzük, azt is lehet csinálni. Erre az e-mail címre, amit látjátok az alján. Köszönöm szépen, mindenkinek kellemes napot kívánok, és sok boldog kapcsolatot. Hare Krishna!